Október 10-én Debrecenben az UEE és a Nyírerdő ZRT által rendezett ünnepélyes eseményen Kán Károly születésének 150. évfordulójára, valamint az első hazai természetvédelmi terület, a debreceni nagyerdő védetté nyilvánítására emlékeztek. Igyekszünk a debreceni nagyerdőt legjobb tudásunk szerint kezelni, gondozni, hiszen a városlakók elsősorban, akik az erdőt járják, az erdő rendezettségén, tisztaságán keresztül tudják lemérni azt a munkát, amelyet társaságunk valamennyi tagja végez. A debreceni nagyerdő az a történelmi örökségünknek a része, és nem csak a debrecenieké, hanem a magyaroké, illetve a világ minden tájáról érkeznek most már megcsodálni ezt a gyönyörű környezetet. Gondolom, hogy felelősségünk is van az erdő kapcsán, hiszen az elmúlt évszázadokban, évtizedekben eleink nagyon gondosan vigyáztak a debreceni nagy erdőre, és ezt a felelősséget ezt nekünk viselni, hordani kell, és együtt kell működjünk azokkal a szakemberekkel, akik felelősek ezért a területért. Két megyében gazdálkodik társaságunk, és mind a két megyeszékhely számunkra egyaránt fontos, és az utóbbi időben ezt remélem sikerült elhitetni, nem csak a két város vezetésével, hanem a két város polgáraival is, a városlakókkal is. Debrecen mindig meghatározó jelentősége bír az ország életébe, ugye a vidék fővárosa szoktuk ezt mondani, és a Nyírerdőnek, egy ilyen állami cégnek ezt is szem előtt kell tartani, és a beruházásainkat úgy osztani, csoportosítani, hogy mind a két megyeszékhely városlakói gyarapodjanak, lehetőség legyen valóban aktív pihenésre, kikapcsolódásra. A jövőben is ezt igyekszünk fenntartani. 150 éves múltban, hála Istennek, bőven találunk olyan alkalmat, amit ünnepelhetünk, így a nagy elődeinkre való emlékezés ebben a sorozatban mindig kiemelt helyet és előkelő helyet foglal el. Idén 2017-ben két egykori alelnökünkre, elnökünkre emlékezünk, ő közülük 150 évvel ezelőtt született Kán Károly, és a másik személy, akire emlékezünk, 100 évvel ezelőtt született Madas András. Köszönöm, kedves házi gazdáinknak, hogy az alföldi erdőgazdálkodás, egyben a honi természetvédelem emblematikus helyszínén, a debreceni nagyerdőben adnak lehetőséget az ünneplésre. A nagyerdőben, melynek egyik parcelláját pontosan 78 eszendeje egyes sorszámmal jegyezték be a védett természeti területek törzskönyvébe. Kán Károly az erdőket nem csak gazdasági oldalról nézte, ahogy 150 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt az ő kortársai ezt tették, hanem Kán Károly foglalkozott az erdők védelmi értékeivel, gondoljunk itt a természetvédelemre, védett növényfajokra, állatfajokra, kulturális értékekre, és foglalkozott az erdőnek a turisztikai, jóléti, közjóléti oldalával is. Gondoljunk arra, hogy ő az, aki megalkotta a természetjárás fogalmát, és szintén az általa jegyzett 1935-ös törvényben már ez a fogalom szerepel. Felkérem dr. Barcsa Lajos alpolgármester urat, Zambó Péter elnök urat és Szalacsi Árpád vezérigazgató urat, közösen leplezzék le az emlékezőt. Megtiszteltetés volt számomra, amikor fölkért a Nyírerdő ZRT, hogy a volt munkahelyem a debreceni erdészetnél egy ilyen témájú, a természetvédelem, az első természetvédelmi terület kijelölésének a tiszteletére és a Kán Károly születésének 150. évfordulójára valamilyen fajta emlékoszlop készüljön. Kidőlt öreg tölgyfa adja a keretét, az installációját ennek a két táblának, amelynek egyik oldalán ugye egy szöveges emlékezés, a másik oldalán pedig egy képi megjelenítése van. Úgy gondoljuk, a megújuló nagyerdőnek egy életfa formájában. A természet olyan ősi erejét jeleníti meg, amit mi csak megpróbálunk utánozni és kiegészíteni, de valamilyen formában. Hát neki szeme van valószínűleg ahhoz, hogyha az erdőt járja, debreceni lakos egyébként, és a debreceni erdőt járva, akkor biztos megakad a szeme olyan holtfa törzs, amit ugye visszahagyunk az erdőbe, és azokból választott ki egyet, és hát ilyen formán kell új életre. Példaértékű az együttműködésünk a Nyírerdő ZRT-vel, hiszen, mint ahogy említettem is, nagyon sok olyan
beruházást valósítottak meg, amelyek nem öncélúak, nem egyfajta szűk, csak kevés embert érintő fejlesztések ezek, hanem olyan beruházások, amelyeket mindenki tapasztal, észlel, nap mint nap használ. Azt gondolom, hogy példaértékű az, amit a Nyíredő ZRT végez társadalmi felelősségvállalás tekintetében. Szeptember 29-én az Egererdő ZRT szervezésében 6. alkalommal tartották meg az immár hagyományosnak nevezhető Mátrafüredi Erdészeti Nyílt Napot, melyre rengeteg gyermek érkezett. Az eseményen résztvevők betekintést nyerhettek az erdő és az erdészek rejtélyes világába. Azt természetesen tudtuk, hogy nagyon sok gyerek fog érkezni. Mátrafürednek kiváló adottságai vannak egy ilyen rendezvényhez. Egy hagyományos erdésztelepülés természetesen itt a Mátra lábánál. Ez már a 6. erdészeti nyílt nap Mátrafüreden, és töretlen az érdeklődés, csak a regisztráltak létszáma 1800 fő, ami azt jelenti, hogy minden bizonnyal jóval 2000 fő fölött lesz ma is a látogatók száma. Évente 2 ilyen rendezvényünk van. Ennek az az oka, hogy mi 75 ezer hektár magyar állami erdőt kezelünk, egész Mátra és a Bükknek a nyugati fele tartozik a működési területünkbe. Most ekkora területen nem csak Eger van, hanem több város is, és joggal várták el a mátrai települések, hogy nekik külön szervezünk egy ilyen programot, és egyértelmű, hogy ez egy olyan elvárás, aminek nem lehet nemet mondani, és nagyon szívesen teszünk eleget az ilyen elvárásnak. Rendkívül szertágazó ez a szakma, és tulajdonképpen minden szegmensét nagyon színesen be lehet mutatni a gyerekeknek. Nem véletlen, hogy már évtizedek előtt ki lett találva ugye az erdei iskolázás és a környezeti nevelés. Igazából sikerre van ítélve, hiszen a gyermek az mindenképpen érdeklődik, és hogyha ebben az irányban ablakokat nyitunk neki, akkor ez az élete szempontjából én mindenképpen egy hangsúlyos, egy sarkalatos dolog. Ez a legszebb, mert itt személyesen találkoznak a zöldruhás erdésszel, mivel Magyarországon nagyon kevés családban van erdész, az erdész az valami távoli, homályos szakma, és nem sokat tudnak róla a gyerekek. Itt megfoghatják a sarangot, megfoghatják az erdészeti gépeket, bármit megkérdezhetnek, közvetlen kontaktus van az erdőben dolgozókkal. Nagyon fontos, hogy Magyarország termőterületének 25%-a erdő, és ezt a 25%-nyi arányú területet mindössze néhány ezer erdész szakember kezeli. Tehát nyilván ilyen kis létszámú szakmának nagyon nehéz a társadalommal folyamatosan kommunikálnia, és hát ez egy nagyon jó, sikeres kezdeményezés erre, hogy ezt a kommunikációs hátrányt valamilyen módon ledolgozzuk. Az aktív kapcsolat az érdeklődőkkel, az erdő iránt és az erdészek munkája iránt érdeklődőkkel az nem helyettesíthető semmilyen információs táblával és semmilyen más közvetítő eszközzel. Az élő és aktív kapcsolat az a legfontosabb. Ezek a standok, amiket mi itt felállítottunk, mindenki számára rejtegetnek érdekességeket, tehát a nyugdíjastól kezdve egészen kicsi gyermekekig ajánlom bárki számára. Ez most egy faölelés volt, amely faölelési rekordkísérlet már sőt két régebbi rekordnak a megdöntése volt. Tehát itt 978 fővel egy új magyarországi rekord állt fel, amit hát remélhetőleg mondjuk jövőre sikerül valaki másnak megdönteni, vagy netán az Egererdő ZRT-nek ismét saját magát. Faölelésben valamilyen számot kellett produkálni. Mennyi volt eddig a legnagyobb szám itt, amit Magyarországon kellett a cégnek mérnie? Magyarországon egyszer egy 210 és egy 280-as nagyságrendünk volt tulajdonképpen, amit hát rögtön látszott, hogy ezt azért könnyedén sikerül majd felül überelni, illetve egy újabb rekordot létrehozni. Ez Budapesten, illetve Sopronban történt meg a 2010-ben és 2011-ben. A
közösség az mindig egy olyan plusz élményt okoz, amire érdemes visszagondolni. Menjenek el az erdőbe, érezzék jól magukat, és hát emlékezzenek erre vissza, és valószínűleg a későbbiekben akkor nem fognak ott szemetelni, nem fognak kárt okozni, nem fogják eltaposni a növényeket. Ez egy olyan folyamat, amivel visszatérhetünk őseink kultúrájába, és ha ez sikerül, akkor talán jobban is tudunk élni. Vajon lesz-e folytatás jövőre? Hát ez mindenképpen természetesen. Ez mondhatjuk, hogy kifulladásig, reméljük nagyon-nagyon sokáig meg lesz ez a rendezvény. Engem rendkívül örömmel tölt el, hogy itt dolgozhatok. Én azt gondolom, hogy még ha esetleg változnak is személyek, esetleg néhány vezető változik, ez ennek már muszáj folytatódnia. Terveink szerint minden évben fogjuk ezt folytatni. Ez egy olyan rendezvény, ami viszonylag kis költségvetésű, és mégis nagyon sikeres, és el kell mondjam még egyszer, hogy a kollégáink számára is egy kikapcsolódási lehetőség, tehát minden résztvevő számára csak pozitív hozadéka van. Látogató központot avatott a budapesti erdőgazdaság Lovasberényben. Az épületben az erdészeti igazgatóság irodáin kívül többek között konferenciatermet, valamint két apartmant is kialakítottak. 2010-től kezdődően nem csak az erdőgazdálkodási részben, hanem ezekben a bizonyos közjóléti fejlesztésekben is egyre több energiát tettünk bele. És aztán így valósulhattak meg azok a fejlesztések, vagy így valósulhatnak meg azok a fejlesztések, amelyek közül az egyiket pont itt a mögöttem látható épület szimbolizálja, ami egyben a lovasberényi erdészetnek, a Budapesti Erdőgazdaság ZRT egyik erdészetének is a központja lesz, másodszorban pedig betölt egy látogatóközpont turisztikai attrakció szerepkört is, ami jól illeszkedik egyébként a térség más bakancsos turisztikai fejlesztéseiben. Most eljutottunk egy olyan beruházásnak a végére, ahol egy nehéz örökséget vettünk át, hiszen az 1930-as években épült itt a Ciráki kastély szomszédságában. Ez az intézői lak, ami ugyan többször a megelőző időszakban a aktuális használathoz igazodva felújítások készültek, de 1930 óta mintegy 80 éve nem történt itt felújítás. Az épület állapota hosszú történetének megfelelően a felújítást megelőző időszakra nagyon leromlott és használhatatlanná is vált. Ezért aztán a felújítást céljaként fogalmaztuk meg, hogy az erdészet ismét ebben az épületben működjön, és igyekeztünk a mai kornak megfelelő funkciót adni az épület további részeinek. 2015-ben határoztuk el, hogy ezt az épületet vagy felújítjuk, vagy akkor ténylegesen lefog. Olyan állapotban leromlik az állapota, hogy már csak bontás következhet. Amellett döntöttük, hogy a tradíciókat is megtartva ezt a régi épületet, itt a Ciráki kastély szomszédságában olyan szerkezeti megoldásokkal, olyan felújítási kiviteli munkákkal végezzük el, hogy azért megtartsunk a korábbi tradíciókból részeket. A látogató központ elkészültével egy olyan feladatkör is együtt jár, amely Lovasberény településének és a Ciráki kastélynak az újra megszépülését hordozza magában. Minden nap erdész emberek fordulnak meg, és hát az őket támogató adminisztrátor, egyéb erdészeti dolgozók is egy kellemes környezetben tudnak itt dolgozni. Én azt hiszem, ez a 21. században ez már egy olyan törekvés, amit mindenféleképpen teljesítenünk kell. Akik a kivitelezést készítették, az így első ránézésre kifejezetten minőségi benyomást kelt, és örülök is neki, hogy elvégezték ezt a munkát, hiszen ez az épület nagyjából a 30-as évek óta nem volt komoly felújítás alatt. Minden valószínűség szerint még ha néhány évet így állt volna, akkor már nem is biztos, hogy van értelme, vagy egyáltalán értelme lenne, csak hogy anyagilag elmondható, elmagyarázható verzió lett volna a felújítás, hiszen akkor már olyan komoly költségek
költségeket jelentett volna, ahol felmerül a kérdés, hogy egyáltalán van-e értelme belevágni. Szóval az erdészeknek az erdőállomány karbantartását, a kivitelezőknek pedig ezt a épületet köszönhetjük, az erdőgazdaságnak és a vezérigazgatónak pedig azt, hogy erre fordítottak figyelmet, energiát, összerakták, megterveztették, és sikerült a Földművelésügyi Minisztériummal kompromisszumot kötni a kivitelezés költségét illetően is. Hiszem, hogy a közjóléti létesítmények a természetkedvelők számára hasznos célpontokká válnak, és híven szolgálják a természet és ember kapcsolatának elmélyítését. Tudom, hogy a beruházások létrehozásával a feladataink nem érnek véget, hiszen gondos gazdaként bánni kell velük, csak úgy, mint a ránk bízott erdővagyonnal. Ajánlom figyelmükbe most átadandó látogatóközpont falai között berendezett kiállítások megtekintését is, melynek témája szintén a természet. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy 2 év alatt úgy elvégeztük ezt a felújítási munkát, hogy nem csak az erdészeti irodának adhatunk otthont, hanem egy olyan rendezvény központot, egy látogatóközpontot, egy konferencia rendezésre alkalmas épületet is létrehoztunk, ahol 40-50 főt befogadó terem létesült, illetve 2 apartmant is kialakítottunk, hogy az itt a térségben programokat eltöltő turisták szálláshelyként is tudják használni. A mai épület elkészültével, átadásával megígérhetem, hogy közjóléti fejlesztéseink nem érnek véget. Jövő hónapban adjuk át Bujákon a Sasbérc kilátót, aztán Dabason a megújult Mántelki turistaházunkat, és sütői erdészetünknél a lombkorona tanösvény beruházás előkészülete is zajlanak. Megújult a Zselici csühögő. Az ország legkeskenyebb nyomtávú vasútja Alma mellék és Sasrét között közlekedik, melyet még 1901-ben építettek ki, eredetileg fa és terményszállításra használták. Amikor egy ilyen vasút létrejön, az egy gazdasági megfontolás eredménye, ennek a működtetése egy gazdasági megfontolás eredménye, ám amikor fel kell számolni, akkor jönnek másfajta érzések is, jönnek másfajta gondolatok. És azt gondolom, hogy aki a vidék életét úgy érzi a saját életében, együtt dobog vele a szíve, az nem tud egy ilyen fajta probléma mellett csak úgy elmenni, és azt mondani, hogy ez volt, aztán hónaptól már nincs. Hál' Istennek az elődök éreztek magukban annyi erőt, kraftot, hogy ezt a mai napig megtartották, ezt a kis vasutat. Nyilván benne van ebbe az a különlegesség, hogy 600 mm-es nyomtávú, tehát nem egy akármilyen vasútról beszélgetünk. Tehát egyrészt van a vasutasok köre, akiknek ez egy nagyon, nagyon fontos és szívhez szóló dolog. Ennek is köszönhető az, hogy túlélt ez a vasút. És a mai kor embere azt gondolom, hogy egyre inkább próbál visszanézni azokba a távlatokba, ami ő neki már nem az élete, de közvetlen az ő élete előtti időszakból megmaradt, és próbál megmerítkezni abba, hogy a gyökereit valahol megtalálja. Ezért gondolom, hogy az, hogy most itt erre fordítani tudtunk, korszerűsíteni tudjuk, vonzóvá tudjuk tenni, ennek igenis van jelentősége, és nagyon reméljük azt, hogy ez nem csak vonzerő lesz, hanem élvezet is lesz, élmény lesz azoknak, akik eljönnek. Vannak azért olyan vasútmániások, akik ehhez nagyon értenek. Itt a meghívottak körében is itt vannak azok a személyek, akik szívügyüknek tekintik ezt a vasútkérdést. Egyrészt az ő segítségükkel, másrészt azért irodalomban nagyon bőségesen rendelkezésre áll. Hál' Istennek a vasút az azért egy nagyon kötött pályás szervezet, és minden dokumentáltan nagyon jó fellelhető. A műszaki leírások, az apró nüansznyi részletek mind-mind megtalálhatóak voltak, és hál' Istennek voltak olyan szakik, akiket megtaláltunk, és akik újra tudták gondolni ezt a 100 évvel ezelőtti technikát a mai technológiával.
Magyarországon jelenleg 21 működő kis és erdei vasút várja, hogy elvigye utasait az erdei kalandok világába. Ezek a kis vasutak mára kizárólag utasforgalmat bonyolítanak, utazni rajtuk pedig maradandó élményt jelent mindenki számára, minden évszakban. A 2017-ben felújított szerelvények fél óra alatt teszik meg a mintegy 7 km hosszú utat. A sínpár nádosokkal szegélyezett halastovak mellett halad, utazás közben gyönyörködhetünk a jellegzetes, lankás zselici dombokban, a csodás sasréti erdőkben. Az ember lelkének is egy utazás, tehát átzökken egy másik dimenzióba. Nem a gyorsulás a legfontosabb, hanem az, hogy csöndben, egy tájon keresztül tudok haladni, és élményeket szerzek, közel kerülök azokhoz az elemekhez, amik körülvesznek engem. Azt gondolom, hogy ez a vasút ebben nagyon nagyszerű, és pluszba hozzájön az, hogy ez a technikai eszköz, ami ugyanezt a lassulást, ugyanezt a patinás élményt hozni tudja az embernek. A háborítatlan természet, és persze a semmivel sem összehasonlítható csühögés jelenti a mecseki erdészet alma melléki kisvasútját. Az erdei kisvasút sokunk meghatározó gyermekkori emléke, és ma is meg annyi felfedezni valót kínál egy-egy ilyen utazás. Egyedülálló élményt nyújthat egy zakatoló kis vonat padján ülve érezni az erdő illatát, csodálni annak szépségét. Itt a környező halastavakkal és a csőgő vonalvezetésével együtt ez egy annyira komplex élmény, hogy ezért érdemes messzebbről is elutazni. És amiket felsoroltam, ez bőségesen egy napot kitölt. Aki pici gyerekkel jön, itt vannak terek, van levegő, vannak gyepek, szabadjára lehet ereszteni a gyermeket, és ha úgy veszem, egy fél órás csühögés, az még nem unalmas, de már azért komoly tétel, nem 5 perc. Én azt gondolom, hogy az egész egy komplex élmény, nagyon remélem, hogy sokan örömet fognak benne találni. A műsor támogatója a Nimród Vadászújság. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe.